Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Tudományegyetem Navigátor című műsorát látják az őszi szemeszterben először. A következő fél órában az egyetemen történt legfontosabb eseményekről, aktualitásokról láthatnak összeállítást, és továbbra is érdekes, munkájukban elismert, szakterületükön kiemelkedő személyiségeket látunk vendégül. Ma dr. Decsi Tamás professzor urat köszöntöm, aki a Pécsi Tudományegyetem szenátusának döntése értelmében idén szeptembertől 4 éven át irányítja majd a PTL klinikai központot. Üdvözlöm a stúdióban! Ön elsősorban orvosként, oktatóként tevékenykedik. Hogyan tudja majd összeegyeztetni ezt az új pozíciót az eddigi tevékenységeivel? A pozíció változása a tevékenységek hangsúlyának a változását is megköveteli. Én eddig valóban elsősorban klinikus orvos, másodszorban talán oktató, harmadsorban kutató orvos voltam, amennyire itt lehet az egyes feladatok közé lépcsőfokokat illeszteni. Most elsődleges feladatom a klinikák munkájának összehangolása, a vezetői feladatok ellátása lesz, ami mellett én nagyon remélem, hogy az oktatásra és a kutató munkára még jut némi időm, azt viszont tudomásul kell vennem, hogy a kötött orvos-beteg találkozóval járó klinikai betegellátásból most vissza kell, hogy húzódjak. Lesz-e valami változás az ön főigazgatói kinevezése után? Mit gondol, milyen változtatásokra van esetleg szükség a klinikai központ életében? Az egész magyar egészségügy napjainkban változóban van. A változások végállapotát még inkább csak sejteni lehet. Körvonalak formájában látjuk, hogy a Semmelweis terv megvalósulása milyen új egészségügyet eredményez majd, azonban még nagyon sok részlet tisztázatlan. Mindaddig, amíg ezek a részletek az irányítás és a finanszírozás oldaláról 100%-os pontossággal nem tisztázódtak, addig nagyon nehéz a saját belső változásainkról beszélni. Humán erőforrásban, szervezeti felépítésben mi az, ahol változtatásokra, akár beruházásra, támogatásra lenne szükség ön szerint? Hát az utolsó kérdésére, vagy a kérdésében fölvetett utolsó elemre, a beruházásokra nagyon könnyű válaszolnom, gyakorlatilag minden területen beruházásokra és fejlesztésekre lenne szükség. Közismert, hogy a magyar egészségügy fölött az elmúlt 1-2 évtized mostoha időszakként múlt el. Ami a saját teendőinket illeti, talán a legfontosabb feladatunk, a még mindig rendelkezésre álló szakembergárda megőrzése. Nyilván fejlesztése is, hiszen egy élő, működő szervezetben a színvonal megőrzése az mindig azt is kell jelentse, hogy újabb és újabb munkatársakat vonunk be, a klinikákra ifjú doktorok érkeznek, akiket aztán lassan kiképzünk. Ez a folyamat is hozzátartozik a megőrzéshez. Rektori biztosként is az elmúlt fél évben tevékenykedett a klinikai központ gazdasági stabilizációjával kapcsolatban. Az itt szerzett tapasztalatokat be tudja majd építeni a főigazgatói tevékenységébe? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos féléves időszak volt. Nem csak rektori biztosként tevékenykedtem, hanem talán még fontosabb, hogy egy szakemberekből álló bizottság elnökeként irányítottam ezt a munkát, és bizottságunk a klinikai központ életének számos területén fölmért feladatokat, kijelölt megvalósítandó célokat, ezek egy része megvalósult, ezek egy része még nem valósult meg, ugyanakkor az elméleti háttérmunka egy jelentős részét már elvégeztük. Tehát azt, amit a tavasz folyamán egy bizottság vezetőjeként javasolni tudtam, annak bizonyos elemeit most munkahelyi vezetőként megalapozottan fogom tudni beépíteni a cselekvési programunkba. Végezetül, de nem utolsó sorban, hogy látja, hogy mi a legnagyobb erőssége a klinikai központnak itt a régióban? Vitán felül a pillanatnyilag még kiemelkedően magas szakmai tudású és nagyon erős hivatás érzetű szakembergárda. Ez, amire építhetünk, és ez az, aminek az erodálását minden körülmények között meg kell akadályoznunk. Ehhez talán a külső környezet annyiban válhat kedvezőbbé, amennyiben érvényesül a Semmelweis tervnek az az elvi állásfoglalása, hogy a források lehetőség szerint a progresszivitás minél magasabb szintjén összpontosuljanak. Ennek bizonyos jelei már érezhetőek,
de közel sem mondhatjuk azt, hogy megnyugtatóan alakul ez a folyamat. Köszönöm szépen professzor úr a beszélgetést, köszönjük. Az idei év különleges a Pécsi Tudományegyetem életében, éppen 100 esztendeje kezdődött az egyetem újkori története, amikor 1912. novemberében első Ferenc József engedélyével a Pozsonyi Univerzitás felvette Erzsébet királyné nevét, így idén az Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. és Pécsre költözésének 90. évfordulójára emlékezünk. A centenáriumi év ünnepélyes programsorozattal kezdődött, most erről láthatnak egy rövid összeállítást. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100. évfordulója és Pécsre költözésének 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi programsorozat keretében tanévnyitó ünnepi szenátusi ülést szerveztek a Pécsi Tudományegyetem dr. Romhányi György aulájában. A rendezvényen Bódis József rektor ünnepi köszöntőt mondott, beszédében kiemelte a PTE és jogelőd intézményében végzett nemzetközileg elismert kutatókat, közéleti személyiségeket, akiknek sikeréhez, mint mondja, nagyban hozzájárult az az egyetem adta szilárd bázis, amelyhez az őszi fél évtől a nemrég átadott európai szintű kutatásfejlesztési és innovációs központ, a Szent Ágotai János Kutatóközpont is hozzájárul majd. A szenátusi ülésen köszöntött mondott még Mezei Barna, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, majd az újonnan kinevezett egyetemi tanárok tanárjainak átadására került sor. Az általános orvostudományi karon Kelemen Dezső, a sebészeti klinika professzora. Kis István, az Orvosi Népegészségtani Intézet professzora. Reglődi Dóra, az Anatómiai Intézet professzora. Szabados Sándor, a Szívgyógyászati Klinika professzora. Vereckei András, a Sebészeti Klinika professzora. Az Egészségtudományi Karon Bonc Imre, az Egészségbiztosítási Intézet professzora. A Klinikai Központban Pongrácz Judit, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet professzora. A Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Karon Dévényi Sándor, az Építész Szakmai Intézet professzora. Valamint Sisa József, az Építész Szakmai Intézet professzora. Az újonnan kinevezett egyetemi tanárok köszöntése mellett egyetemi kitüntetések és elismerő oklevelek átadására került sor. A Pécsi Tudományegyetem szenátusa Pro Universitate Quinque Ecclesiensi kitüntetést adományozott Hebling János fizika fődíjas egyetemi tanárnak, aki a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei érdekében kifejtett tudományos, oktatói és vezetői tevékenységért veheti át a díjat. Egyetemi kultúráért díjat vehet át Gáspár Sarolta, az általános orvostudományi kar végzett hallgatója, kimagasló közösségi és kulturális tevékenysége, valamint a Konfabula című kari hallgatói lap szerkesztőjeként végzett áldozatos munkája elismeréseként. Nagy András, a természettudományi kar testnevelő tanárszakos hallgatója, aki kimagasló sporttevékenységéért a profi Muay Thai interkontinentális bajnoki címe elismeréseként részesül az egyetemi sportéletért díjban. A Pécsi Tudományegyetem rektora,
az egyetem címerével ellátott EOZIN emlékplakettet adományozott a 2012-es londoni olimpián eredményesen szerepelt hallgatóknak. Név szerint Csonka Zsófia sportlövőnek, aki a sportpisztoly kategória döntőjében 6., míg a légpisztoly kategória selejtezőjében 16. helyezést ért el. A jubileumi programsorozat az egyetem rektori hivatalának épületében folytatódott, ahol a szenátusi terem mellett színes műsor keretében lelepleztek egy a jubileumra készített emléktáblát is. Az alkotást Lengyel Péter szobrászművész tervezte. Sokak számára volt emlékezetes a nap, hiszen vannak, akik több szállal is kötődnek az egyetemhez, a PTR rektora is közéjük tartozik. Minden ide köt. 18 éves korom óta itt vagyok, és végigjárva a hallgató és minden egyéb létrákat. Abszolút boldog vagyok azért, hogy egy ilyennek részese lehetek. A legbüszkébb arra vagyok, hogy egy olyan intézménynek a részese vagyok, tagja vagyok, amelyiknek a neve mindenütt a világon ismert, hiszen olyan egykori hallgatóink, oktatóik voltak, vannak, akiknek a nevére a világ odafigyelt, és remélhetőleg a jövőben is odafigyel. A kettős évforduló számos programot kínál még az elkövetkező évre. Jó alkalom is volt, hogy ugye az egyetem közgyűjteményei, a történeti gyűjtemények osztálya és a levéltár is megmutathassa a kincseit, és olyan tudományos műveket hozzunk létre, tudományos konferenciákat, amelyek ugye erre az elmúlt 100 év történetére emlékeznek vissza. A délután talán legérdekesebb színfoltját adták azok a centenáriumi előadások, melyeken visszaidézték az egyetem alapítás történetét, az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének idejét, és a különböző képzések megjelenését is bemutatták a PTN, az egyetem oktatói. A különleges napot a művészeti kar ünnepi műsora zárta. Most pedig lássuk, mi történt még az egyetemen. Ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartotta a Pécsi Tudományegyetem hamarosan, hivatalosan is Szent Ágotai János nevét viselő kutatóközpontban. Az egyetem egy olyan periódusához érkezett, amikor egy új korszak nyílhat meg a tudomány és a kutatás tekintetében. A PTL mintegy 7 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló Szent Ágotai János Kutatóközpont létrehozásával a természettudományi és orvostudományi oktatást, kutatást és innovációt szolgálja majd. A projekt révén olyan hazánkban egyedülálló új laboratóriumok, kutatóműhelyek jöttek létre, amelyek infrastruktúrálisan az európai élvonalba tartoznak, nemzetközi színvonalú környezetet biztosítva a kutatók számára. A Dél-Dunántúli régió életében hiánypótló, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény született, amely a kutatóegyetemi rang elnyerésében is segítheti az egyetemet. Nem titkolt célkitűzés az is, hogy a kutatóközpont itthon gyűjtse össze a hazánkban képzett kutatóállományt, és hazacsábítsa a már külföldön munkát vállalókat. A kutatóközpontban hamarosan elkezdődnek a tudományos kutatómunkák, így a projekt záron lehetőség nyílt szakmai vezetéssel az épület és egyes laboratóriumok bejárására, valamint lakossági nyílt nap keretében egy egyszeri és egyben utolsó alkalommal. Bárki megtekinthette a laboratóriumokat és kutatóműhelyeket, mielőtt a steril körülmények biztosítása érdekében bezárulnának az épület kapui. Köszönjük a harcaidat, az elszenvedett bántásokat, a hitedet, a tudomány és ember szeretetedet. Az alkotó munkádat és azt, hogy sosem fáradtál el tanítani és nevelni minket. Ezekkel a gondolatokkal emlékezett Borhidi Attila akadémikus Uherkovics Gáborra, akinek nevéhez fűződik a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményében létrejött növénytani tanszék és a botanikus kert alapítása is. A kiváló algológus születésének 100. évfordulójára emlékezett özvegye, családja és volt kollégái.
A kiemelkedő képességű, széles látókörű tudós a magyar algológusok több generációját nevelte fel, munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Uherkovics Gábor óriási anyagismerettel rendelkezett, elsősorban hazai folyóvizeink algaflóráját kutatta, de külföldön is dolgozott, valamint új kutatási irányokat indított el hazánkban, és jelentős mértékben járult hozzá hazai vizeink élővilágának ismeretéhez. A kiváló szakember tiszteletére a botanikus kert területén családja kérésére egy atlasz cédrust ültettek, jelképet állítva, hogy miként az algológus a tudás magjait hallgatóiban elültette, most ez az örökzöld terebélyes egyenemlék. Közel 2 milliárd forintos támogatást nyert a Pécsi Tudományegyetem, mely főként a Szent Ágotai János Kutatóközpontban folyó munkát fogja segíteni. Az elnyert támó pályázatot alap- és célzott alapkutatási projektek támogatására írták ki. A felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása és a kutatáshoz szükséges humán erőforrás és szolgáltatás fejlesztés céljából. A 3 nyertes pályázatból 2 orvostudományi jellegű kutatásokat érint. Az egyik pályázat az a magzati diagnosztika, a magzat fejlődése, a magzat érése, a mesterséges megtermékenyítés mögötti biológiai történések jobb, pontosabb és koraibb megértését célozza. A második ilyen nagy 700 millió forint feletti pályázat az elsődlegesen az Orvostudományi Kar Farmakológiai Intézetből nyert el támogatást. Ők gyulladás, fájdalom, fájdalomra ható gyógyszerek, ezeknek a modern monitorozása, kimutatása. A harmadik az kívülesik a Szent Ágotai Kutatóközpontnak a területén, az a Közgazdaságtudományi Kar nyert el egy igen jelentős támogatást 300 millió forint értékben környezet, hulladék, környezetterhelés, ennek a gazdasági vonatkozásai területén. Ezt a gyönyörű szép kutatóközpontot, az épületet és az egyszeri világszínvonalú beműszerezést az Európai Uniótól mi megkaptuk, elnyertük, és körülbelül a jövő év közepéig kijövünk azokból a forrásokból, amit korábban, mint kiváló egyetem nyertünk el több milliárdos forrást, és még most is beszerzés alatt állnak egyetemi műszerfejlesztési pályázatok, aminek jelentős része ide fog jönni a Szent Ágotai Kutatóközpontba. Szintén pályázatnak köszönhető, hogy nemrég egy úgynevezett szupermikroszkóppal is gazdagodott a kutatóközpont, melyből összesen 2 található az országban. 90-es évek végéig, vagy mondjuk 2000-es évek elejéig a mikroszkópiában volt egy olyan határ, ami alá nem lehetett menni a felbontással. Tehát volt egy a klasszikus optikában jól meghatározott felbontási határ, és azokat a mikroszkópokat, amik már más speciális trükkös módszereket alkalmazva ezen határ alá tudnak menni a felbontásban, ezeket összefoglalóan szupermikroszkópnak nevezték el. Ez egy fénnyel dolgozó mikroszkóp. Fluoreszcens mikroszkópnak hívják, mert amit megvilágítunk, az gerjesztett állapotba kerül, majd fényt ad vissza, és ez adja a képalkotásnak az alapját. De az, hogy a szuper felbontású képeket vagy speciális alkalmazásokat megvalósítsunk, ahhoz szükség van arra, hogy számítógépet alkalmazzunk. A számítógép által adott adatokat ezen láthatjuk, és a látvány alapján módosíthatjuk azt, hogy hogyan működik a mikroszkóp. Tehát lényegében a felhasználó azután beállította az alapvető paramétereket, a számítógéphez ül és a monitoron keresztül nézi azt, hogy mi az, amit már a gép mint képet adott, illetve mit kell ahhoz változtatni, hogy az adott biológiai kérdésre megfelelő választ keressen. Példa arra, hogy mire jó a műszer, ha azt mondom, hogy a fényképezőgépnél sem mondjuk meg, hogy gyerekeket, portrékat, tájakat vagy makró bogarakat szoktunk fényképezni. Tehát maga a műszer az alkalmas arra, hogy 100 nanométernél távolabb lévő pontokat elkülönítsen, és ilyen jó felbontásban képeket csináljon. A sikeres pályázati források tehát a következő közel 10 hónapra biztosítani fogják a Szent Ágotai János Kutatóközpont működését, a vezetők és a kutatók pedig bíznak abban, hogy további pályázatok elnyerésével zökkenőmentesen tudják szolgálni kutatók és oktatók a természettudományi oktatás, kutatás és innováció minden oldalát. Itt a helyed. Ez a szlogen látható a Pécsi Lővei Klára Gimnázium Pécsi Közgázklubjának babzsákjain. A barátságos hangulatú közösségi teret a PTE közgazdaságtudományi kara alakította ki, hogy az ez évben létrejött megállapodás értelmében a két intézmény közötti kapcsolatot erősítse.
a középiskolákban kell elkezdeni úgy orientálni a hallgatókat, vagy a potenciális hallgatókat, hogy a szakma szépségére rámutatni. Tehát egyrészt ez azt gondolom, hogy egyfajta misszió a mi számunkra. Másrészt azt gondolom, hogy egyben marketing is ez a kezdeményezés, hiszen a Lővei az egyik olyan középiskola Pécset, ahonnan a beiskolázási bázisunkat merítjük, és azt gondolom, hogy nekünk ott valahol meg kell jelenni, ahol a potenciális piac található. A klubot szeretnék élettel megtölteni, hogy a diákok minél több mindent megtudjanak a közgazdász szakmáról. A közgázkarral most már több hónapja tárgyalunk arról, hogy milyen együttműködést tudunk megvalósítani. Az egyik rendezvény az egy őszi rendezvény lesz, ahol egy vetélkedőt fognak a közgázos hallgatók szervezni, elsősorban a tizedikes diákjainknak. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy lássák, hogy itt a pécsi közgáz, ez is egy lehetőség. A másik programunk, amit közösen szervezünk, egy mentorprogram. A legtehetségesebb diákjaink kaphatnak közgázos hallgatókat, akik az ő mentoraik lesznek, és segítik az ő szakmai pályájukat. A diákok örömmel vették birtokba az új klubot, ahol a pécsi közgázzal való kapcsolat erősítése mellett a lukas óráikat is eltölthetik. Majd jönnek hallgatók, illetve oktatók is mesélni, illetve beszélni a közgázról, úgymond kicsit reklámozni azt, elmondani, hogy miért jó. Úgy gondolom, hogy ez csak erősíteni fogja majd a kapcsolatot a lőveisták és a közgáz között, illetve majd azért mi is még ide foglalkozásokat és programokat szervezünk. A teremben nem csak a kényelmes babzsákok, hanem 4 számítógép is várja a diákokat. Együttműködési megállapodást írt alá egyetemünkkel a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A megye 2 meghatározó közszolgáltató szervezete csaknem valamennyi szakterületre kiterjedő hiánypótló szerződést kötött. A közös cél az, amelyik összehozta az együttműködési megállapodást. A hatásosság mellett szeretnénk, hogyha a hatékonyság egy kicsit jobban kidomborodna. Az erőforrásoknak, hogy így fogalmazzak, egy kicsit racionális a felhasználása. Mindenhol vannak olyan képességek, amelyek a másik céljait is megfelelőképpen képes szolgálni. Nyilván az egyetem oldaláról képzés, oktatás, az ahhoz kötődő rendőrszakmai képzés, de ezek a szakterületek tulajdonképpen a rendőrség napi munkájában is fellelhetők. A megállapodással a már több éve tartó együttműködést szeretnék szervezettebbé és rendszeresebbé tenni a felek. Az elmúlt években nagyon súlyos bűncselekmények történtek az egyetemünkön, gondolok csak itt a lövöldözéses problémára, de naponta találkozunk olyan jelenséggel, amiben mi nem tudunk következtetni arra, hogy mi lesz belőle, de nagyon fontos, hogy a hozzáértők mondják meg, hogy most ez egy rossz folyamat, és a bűnüldöző szerveknek kell közbelépni, hogy egyáltalán megelőzzük, hogy probléma legyen. És azt gondolom, hogy ezen a területen tud nagyon sokat segíteni ez az együttműködési megállapodás. A szerződésben az egyetemi hallgatók rendőrségen eltöltött terepgyakorlatának biztosítása is szerepel. A Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zrínyi napi ünnepséget rendezett a kar kertjében található Zrínyi emlékmű mellett. A megemlékezésen Boros Péter volt miniszterelnök mondott beszédet, majd Bódis József, a PTR rektora fogalmazta meg gondolatait a szigetvári hőssel kapcsolatban. Az ő előélete az nagyon sok tanulságot szolgáltat mindannyiunk számára. Az ő haza akkori léptékben és kép nemzet felé irányuló haza szeretete nagyon sok tettben nyilvánult meg. A beszédek után a résztvevők megkoszorúzták Zrínyi Miklós emlékművét, majd az egyetem falán elhelyezett emléktáblák előtt is tiszteletüket tették. Ebben az évben is megválasztották a Pécsi Tudományegyetem borait. A több mint 10 éves múltra visszatekintő hagyomány évről évre jeles eseménye az egyetemnek. A PTE vezetői, oktatói különös gonddal választják ki a számukra kellemes nedűt. A 2012-es évben a PTE Szőlészeti és Borászati Intézetének 2008-as évjáratú Círfandia lett a legjobb fehérbor, míg a Hetényi Pincészet 2011-es kékfrankos minőségi szárazvörösbora utasította maga mögé a többi vörösbort. A félédes 14%-os alkoholtartalmú fehérbort Jakab Gábor intézetvezető, a kékfrankos minőségi szárazvörösbort Hetényi János borász mutatta be a vendégeknek.
Színvonalas kiállításra várta az érdeklődőket a Mecseki Fotóklub. A művészetkedvelők ez alkalommal Mánfai György fotóművész munkáiból láthattak egy válogatást a Civil Közösségek Háza Halász Rezső galériájában. A megnyitón Heidl György eszmetörténész osztotta meg gondolatait a képekről. Úgy láttam az egyetemen, ahol sok Mánfai fényképpel találkoztam, hogy ezek a fényképek, ezek megtanítanak látni. A kiállítás október 12-ig tekinthető meg a galériában. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva várom Önöket aktuális egyetemi hírekkel. De addig is nézzenek bennünket, korábbi adásainkat és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő sorozatunkat megtalálják az interneten. Viszontlátásra!